Na, sziasztok! Nagyon örülök, hogy most nézegetem Aladdinnak a videóit, mert felhívta a figyelmemet erre a faszagányos kis játékra, ami már eszembe jutott, hogy én ezzel már játszottam évekkel ezelőtt, csak ugye az volt a baj, hogy hát ugye angol nyelvű, és azért volt egy csomó olyan dolog, amit nem tudtam, és állandóan szótárazgatni kellett, és akkor úgy nem nagyon találtam ezt annyira hasznosnak, ezt a játékot, de azóta már azért én is fejlődtem egy kicsit, meg ránézek a weblapra, hogy van-e már magyar nyelv, de még mindig nincs magyar nyelv benne. Úgyhogy akkor maradunk az angolnál. Azért az világosan látszik, hogy az elmúlt években, mióta én nem játszottam ezzel, azóta már teljesen mások játszanak vele, mások a trendek. Például az előbb kurvára megszivattam, mi kitalálta Herkulest, mert még Ariszt dobta ki nekem. Mondom, nem talált, és akkor mindenféle ilyen kérdéseket feldobált, hogy a karaktered szerepel a Call of Duty-ban, meg hogy a karaktered szerepel a Trónok harcában, meg ilyenek, hogy tehát, hogy kik játszanak vele a mostani gyerekek, hogy tényleg onnan veszik a karaktereket, és akkor na mondjuk próba kedvére egy könnyűt feladtam neki, egy Gávölgyi János, de arra is csak nagyon nehezen jött rá, hogy ugye magyar, ugye, pedig hát az IP címből kideríthetné, hogy azért na, honnan kérdezősködöm. Na mindegy. Az a lényeg, hogy nem egyszerű szereplőt kell neki feladni, de azért olyat, akiről te is tudsz valamit, mert nem lett minden válasz az, hogy nem tudom, nem tudom, nem tudom. Úgyhogy először, ja, és ne legyen amerikai, mert az amerikaiakat nagyon szereti, meg a rockstárokat, meg ezeket pillanatok alatt kitalálja. Tehát kicsit meg akarjuk szivatni, akkor ne legyen amerikai a szereplő, és lehetőleg kitalált legyen. Akkor az első versenyzőnk legyen Asterix a Gal. És nézzük, hogy Akinátor, hogy boldogul vele. Fel fogok olvasni minden kérdést magyarul, és ennyi. És válaszunk. Oké. Okay. Kattintsunk a playre. Player információ. Hány éves vagy? Hát 18. Ja, semmi között hozzá. Oké. Okay. Kérdés. Ez egy lány? Nem. A karaktered valóban létezik? Nem. Ugye, Asterix. A karakterednek van különös ereje? Hát, olykor, amikor megissza a csodaszert, akkor van, amikor nem issza, akkor nincs. De mondjuk, hogy van. Ha egy kicsit bezavarjuk, az se baj. A karaktered maszkot visel? Nem visel maszkot. Fekete haja van, nem fekete haja van, Asterix a szőke. Van egyáltalán haja? Igen, van neki haja. Nézzük a képet, ugye? Van neki szép szőke haja, meg bajusza. A karaktered nagyon izmos. Hát nem különösebben izmos. A karaktered egy varázsló? Nem varázsló. A karaktered kapcsolódik valahogy a zöld színhez. Hát nem tudok Asterixen ilyen zöldet mondani. Nem. A karaktered egy anime, na ezt mondom, tehát mai gyerekek csak animébe tudnak gondolkodni. Nem. Nem anime, bazd meg. A karaktered egy állat, nem állat. A karaktered játszott a Star Wars-ban, nem játszott benne. Táncol a karaktered? Nem. Nem jellemző. Hát talán. Volt olyan rész, amikor táncoltak. A karaktered egy tévésorozatból való? Nem. Hát ott Marvelt dobja fel, hogy a Marvel Comicsból való. Nem a Marvelből való, nem jó irányba tetszik tapogatózni. Is your character from a movie? Igen, film is készült már róla.
élő szereplős is, meg rajzfilm is, tehát yes. A karaktered repül? Nem repül. Micsoda, a karaktered hozzátartozik a League of Legend játékhoz? Nem. League of Legend játékhoz? Nem. Is your character from a mangából származik? Nem manga. A karaktered micsoda kapcsolódik a... Mi az economics? Közgazdaság? Vagy mi az economics? Nem tudom. Nem. A karaktered a Lego filmből van, nem a Lego. A karaktered kicsi, igen, bazd meg, erre már rá kellett volna az elején kérdezni a külső tulajdonságaira. A karaktered visel a fején sapkát, koronát vagy egyebet. Igen, van neki, és kis sisakja, ilyen szárnyas sisakja van. Na, megmutattam, ki lesz a következő jelöltem. Szóval igen, visel. Van neki kalapácsa? Nincs kalapácsa, kardja van Asterixnek. A karaktered kék? Nem. Nagyon nem. Ah, Asterix, oké. Jó van. Na, Asterixet kitalálta 7 perc alatt. Olyan néha elment a rákba. Na nézzük, azt mondja, akkor már, hogyha itt bevillantottam itt a másodikat, második lehetőséget, azt mondja, nagyszerű, még egyszer akar velem játszani. Oké. Honnan a tovább gomb? Play again. Oké, és akkor a következő karakterünk pedig Jacques Foss a bolondos. Na ezt talált ki Akinátor. Mondjuk őről amúgy se tudunk sokat, de azt például ki lehet zárni rögtön, hogy ő nem nő, nem lány. Van neki varázs ereje? Nincs. Nem rajzfilmből származik. A karaktered valós? Nem valós karakter. A karaktered neve megjelenik egy mozi címébe, egy film címébe? Nem. A karaktered egy filmből származik? Igen, egy filmből származik. A karaktered rossz? Nem rossz. A karaktered emberi lény? Igen, emberi lény. A karaktered karddal harcol? Hát, nem. Használ a karaktered fegyvert? Nem. Nem jellemző. Na mi van? Ja, már következő kérdés. Harcol a te karaktered? Hát, probably, talán. Karaktered egy tinédzser? Hát, nem tinédzser. Egy könyvből származik? Nem könyvből származik. És nem az űrből. Nem az űrből jött. A karaktered Amerikában él? Nem Amerikában él. Nem mindenki Amerikában, nem az egész világ Amerikában él. A karaktered szerelmes valakibe? Volt egy kurvája Jacques Fossnak, de nem hiszem, hogy szerelmes volt, úgyhogy probably not. A karaktered egy hacker? Hát az nem tudom, mire vonatkozik ez a kérdés, de nem. És csak hogy izzad, ilyen veres a feje. A karaktered angol? Nem angol. A karaktered francia? Igen, francia. A karaktered egy rendőr vagy detektív? Itt szerintem Clouseau-ra gondol. Nem. A karaktered fekete? Nem. Van a karakterednek bajusza? Nincsen neki. Vezet autót? Hú, olyan volt egy olyan jelenet a jöttünk, láttunk, visszamennénk, amikor az ördögi szekeret vezette, de az korcsak gurultak. Hát akkor mondjuk, hogy yes, vezette az autót. A karaktered egy gonosz tevő?
Nem gonosztevő. Van neki haja? Van bizony. Think of Daniel Taxi. Nem talált. Ő is jó karakter, de nem talált. Taxit is csak azért ismerik az amerikaiak, mert ugye Luc Besson filmje, és ugye Luc Besson már azért Amerikában egész jól bedolgozta magát, de no, nem találtál. Continue. Hát folytassuk, hogyha úgy gondolod. Azt mondja, hogy kapcsolódik az autókhoz. Nem. Európa. Az előbb már tisztáztuk, hogy francia, akkor miért kérdezi meg újra, hogy európai? Igen. Külföldi eredetű? Hát, ha egyszer francia, akkor külföldi eredetű. Mihez képest külföldi? Magyarországhoz képest külföldi, természetesen. Úgy hiszed, hogy a karaktered szép? Hát nem. Van neki kutyája? Nincs. Halott? Nem halott. A GTA 5 videóból híres? Nem a GTA 5-ből. Kik játszanak ezzel a játékkal, öcsém? Micsoda, a karaktered sötét bőrű? Hát nem. Karaktered svéd? Nem. Ennek ilyen 10 perces memóriája van, tehát karaktered egy comic bookból szám. Mi az a comic book? Képregény? Nem. A karaktered főszereplő a filmjében? Talán. Probably. A karakterednek van barátja, ami még híresebb, mint ő? Igen. A gazdája, Godfrey de Montmirail. A karaktered nő? Nem nő. A karaktered cseh? Nem cseh. Folyékonyan beszél franciául, hát mivel hogy francia. Van neki húga? Nem tudom, jellemző. Vicces videókat csinál? Nem tudom. A karaktered valóban létezik? Nem létezik, hát senki se állította, hogy létezik. Nem a cirkuszban dolgozik, hülye. Micsoda? A karaktered híres volt egy musicalnek köszönhetően? Nem. De van neki hosszú haja? Nem. A tévésorozatból való? Nem. Fehér bőre van? Igen. Visel a fején sapkát, koronát. Igen, szerintem visel egy sapkát, zsákfos. Köthető valahogy a főzéshez? Nem. Nino, ezt ki se lehet találni. Hát nem találtad ki, zsákfos gyermekem, úgyhogy na. Az én karakterem nincs a listán. A neve. Zsákfos. Oké. Okay. Ha megtalálod a karakteret, a következő listán kattints a nevére. Nincs a listán, bazd. Godfrey de Montmirailnek a szolgája, azt sem tudom, hogy kell leírni. Igen, googlizunk egyet. De Montmirail. A szolgáló? Aha, jó, servant.
Oké. Godefroy de Montmirat. Ugye? Francia nevekkel. Oké. Bravo, you have defeated me. Legyőztél engem. Hát, tudok én, ha akarok. Na. Play again, akkor lássuk, a harmadik versenyzőnk, az nem lesz nehéz kitalálni. Előre bocsátom. Híres ember, híres magyar ember. Méghozzá Lőrincsel László, azaz lesz a történetben egy csavar, mivel én nem Lőrincsel Lászlót adom fel neki, hanem Leslie L. Lawrence-t, ami egy személyben ő, és más személyben a könyveinek a fiktív, kitalált, nem létező karaktere. Aki általában főszereplője a könyveinek. Tehát egy kicsi csavar lesz ebbe is, mert majd mikor megkérdezi, hogy élő szereplő, akkor majd azt fogom mondani, hogy probably. Talán. Így is van, kezdi az elején, a karaktered valóságos. Talán nem. Probléma. A karakter egy lány, nem lány. Micsoda? A nyakkendő, tehát arról ismert, hogy nyakkendőt visel. A karakter egy játszik a Harry Potterben, nem. Gyerekek, nyissatok már egy lexikont, vagy próbáltok már valami mást. Nem mindig ilyen hülyeségeket kérdezem, már Trónok harca, meg GTA, meg Harry Potter, baznak. Ezen kívül is van világ. A karaktered harcol? Probably. Igen, verekedni szokott nagyokat a könyvében, igen. A karakter angol? Jújújújújú. Ez beugratós kérdés, ugye, mert ő magyar származású brit állampolgár a karakter. A történet szerint. Akkor mondjuk, hogy probably. Talán. A karakterednek vannak szupererejei, vagy szupererői? Hát nincsenek. Cipőt hord. Persze, hogy hord. A karaktered rossz, nem rossz. Megjelenik a neve egy film címébe? Nem. Filmből van? Nem filmből van. Nem tévésorozatban van. A karaktered egy valóságos személy? Probably. Talán. A karaktered halott? Nem halott, sose hal meg. A karaktered egy youtuber? No. Egyáltalán nem. A karakteredet... Micsoda? A karaktered embereket öl? Nem, ellenkezőleg. Gyilkosokra vadászik. Karaktered kapcsolódik a Minecraft-ban? Igen, Minecraft, meg GTA, meg Harry Potter, meg Trónok harca, és... Nem Minecraftos. Nem Minecraftos, öcsém. Micsoda? A karaktered hozzátartozik-e a Group of Four, az micsoda, a négyes csoporthoz? Mi az a négyes csoport? Fantastic Four, vagy mi? Nem tudom. Don't know. Karaktered Amerikában él? Nem. A karaktered valóban létezik? Talán nem. A karaktered híres? Igen, mondhatni. A karaktered valamilyen mitológiából, legendából vagy vallásból származik? Nem. A karaktered egy könyvből származik? Igen. A karakter egy tinédzser? Hát nem. A karaktered Angliában született? Na, kezd érdekessé válnak. Nem Angliában született. Kicsoda? Raoul de Chagny vagy Cagny, Phantom of the Opera.
Nem talált. Continue. Hát folytassuk, hogyha úgy gondolod, hogy kitalálod. Has your character made a discovery in the love of physics? Micsoda, ezt nem is értem, ezt a kérdést. Mit csinált? Felfedezte a fizika törvényeit? Vagy mi? Nem. Európai? Igen, bizony európai. Kapcsolódik a tengerhez. Szörnyekkel harcol. Van neki egy farkasa? Nincs farkasa. Micsoda? Ezt nem értem, ezt a kérdést, úgyhogy ő találta fel a micsodát. Beats. Mi az a beats? Nem tudom. Fekete hajú. Nem tudom. Karakter fiatal? Nem. A karaktered tagja a Big Bangnek? Nem. Nem tudom, mi az a Big Bang. Van a karakterednek egy barátja, ami még őtőle is híresebb? Nem. Ő a leghíresebb. Kapcsolódik valamilyen vallásos institution. Mi az az institution? Intézmény? Vagy mi az a? Hát néha be kell esni a szótával. Vallás, nem vallás alapító ő. Nem. Sokkor van a buddhistákkal, de nem vallás alapító. No. Ez a correct policeman, a detektív? Hát, probably. Ilyen önjelölt detektív. A karaktered magyar? Igen, bazd meg. A karaktered apja meghalt? Nem tudom. A karaktered egy író? Igen. Na, nagy nehezen kitalálta. Jó van. Oké. Okay. De azért kétszer kellett neki futni, hogy kitalálja. Kicsit behúztam a cserbe. Na, jó játék ez az Akinátor, csak maradjunk annyiba, hogy egy kicsit buta. Na, akinek tetszik, azt próbálja ki. Hát alapfokú angol tudás szükséges hozzá, de mint látjátok, én is szoktam szótárból néha lesni. És ha mégse tudjátok kitalálni a kérdést, akkor rá kell bökni, nem tudom. Azt kész, azt akkor majd kérdez mást. Na, sziasztok!